Sziasztok! Ha már itt az oszlop mosása, pucolása, holt szezonban történő kitakarítása a napirendi pont, ugye több videó is született erről az elmúlt időszakban, megtaláljátok őket a csatornán. Szeretném megmutatni nektek közelről, hogy mit értek az alatt, hogy a rozsdamentes oszlop viszonylag karbantartásmentes, nem igényli a karbantartást, a sok pucolást. Itt például a szűkítő elemet láthatjátok, ugye erről az egységről van szó, ami a deflegmátor, csőköteges deflegmátor tetejéről szűkít a könyökhöz. Ezt az egységet szerintem még soha az életében nem pucoltam ki, soha nem mostam ki, kézzel nem sikáltam ki, csupán az oszlop mosó vizet engedem át rajta, és az jól látható módon minden koszt leszed, ami lerakódhatna vagy út benne, és magán a csőköteges hűtőn is láthatjátok, hogy igazából érdemi lerakódás a csövekben sehol nem található. Gyakorlatilag tiszta. A mosóvíz, az oszlop mosóvíz, az pont elegendő hatásos, elegendő hatékonyságú ahhoz, hogy ne maradjon semmilyen kosz a rozsdamentes acél felületén. Így ezért szétszedni szerintem viszonylag felesleges. Ha bármilyen módon, akár a véghűtőn keresztül, könyökön keresztül, vagy bármilyen egyéb módon, mint ahogy én csináltam, például ugye a tészelepen keresztül mosóvizet tudunk a főzés után beengedni az oszlopba, akkor az oszlop fém részei azok gyakorlatilag teljesen jól, tisztán maradnak minden egyes főzés után, úgyhogy érdemi pucolást maximum akkor érdemes megejteni, hogyha a holt szezonban az ember darabjaira szedi az egész oszlopot, és nincs más dolga, mint az gyönyörű tükörfényesre kisúvickolni az egészet. De amúgy ez a szezon közben itt látható, tapasztalható és a párlatra negatív hatással lévő lerakódás nem igazán keletkezik, úgyhogy ettől nem kell félni. Nyugodtan, bátran, elegendő csak átöblíteni, és már jöhet is a következő főzés.